Közlekedés. Bemutatták a megújult Debrecenváros fenntartható mobilitási tervet. Megközelítés. Járda épül a Dobogó utcán, ami összeköti a Téglás kertet az Epres kerttel. Mezőőrök. Komoly kihívás az illegális hulladéklerakók számának növekedése. Köszöntöm Önöket! Ez a DTV híradó december 6-án, szerdán. Már is jövünk a legfontosabb helyi hírekkel. Debrecen közlekedését dinamikusabbá és fenntarthatóbbá tevő stratégia készült. Ma mutatták be a megújult Debrecen város fenntartható mobilitási tervet, mely számos közlekedésfejlesztési beruházást és digitális fejlesztést tartalmaz. Pap László polgármester kiemelte azt a koncepciót, aminek célja, hogy 15 perc alatt elérhető legyen minden, amire a hétköznapi életünk során szükségünk van. Jövőre is a város számos pontján lesz közlekedésfejlesztés. 2024-ben 19 ilyen projekt indul, ezek közül 6 már a kivitelezés fázisába lép, míg a továbbiaknak az előkészítése kezdődik. Ma mutatták be a megújult Debrecen fenntartható városi mobilitási tervet. Ez egy never ending story. Pap László polgármester kiemelte, elképesztően fontos az, hogy a közlekedés minden tekintetben képes legyen lekövetni a gazdasági fejlődést és a változásokat. Egy decentralizált közlekedési szisztémára átálló város éppen a növekedésből fakadóan figyelembe veszi azokat a változásokat, amelyek jelenleg is zajlanak, most még elsősorban a gazdaság és az ahhoz kapcsolódó közlekedési kérdésekben, de rövidesen 24-től, 25-től egyre intenzívebben a lakóterületi fejlesztések játszanak majd nagyon fontos szerepet a város közlekedésének alakításában. A mobilitási terv összeállításánál forgalomszámlálásokat végeztek, mind a gépjárműveknél, mind a DKV járatain. Emellett figyelembe vették a lakosság, a szakmai és civil szervezetek, valamint az agglomeráció vezetőinek a véleményét. A célkitűzések között szerepel a különböző infrastruktúrális beavatkozások mellett a zöld közösségi közlekedés kialakítása is. Ez az úgynevezett Connected Debrecen, a 15 perces város koncepciója teljes mértékben kialakul. Mindenki, aki fő szolgáltatást szeretne igénybe venni, ezt 15 percen belül eléri, munkahelyére dinamikusan eljuthat, fenntartható módokon. A legnagyobb és a legfontosabb beruházások között szerepel, a többi között a keleti külső és belső közlekedési folyosó megvalósítása, a hármas villamos kivitelezése és a kerékpárút hálózat bővítése is. Kidolgozták az intelligens városirányítási központ alapkoncepcióját is, a hozzá kapcsolódó szenzoros infrastruktúra, okos csomópontok és forgalomszámlálási pontok nevesítésével. Nagyon fontos, hogy a digitalizáció jelen legyen ebben, és ezért fogalmaztuk meg azt a gondolatot évekkel ezelőtt, hogy csináljunk egy ilyen városirányítási központot, aminek ez az alapja. És már a mélygarázs is úgy készül ugye a városháza mögött, a Dózsa Nádó téren, hogy ott legyen a helye majd ennek a városirányítási központnak. Ez nagyon fontos üzenet, hiszen egy teljesen új szemléletet fogunk bevezetni. A kerekasztal beszélgetésen több kérdés és észrevétel érkezett civil szervezetektől, a többi között a kerékpárút hálózat és a közösségi közlekedés fejlesztéséről. Változás jön a kutakon. Pénteken mindkét üzemanyagfajta nagykereskedelmi árát csökkenti az Olajipari Társaság. Számolt be a holtankoljak.hu szakportál. A 95-ös 4, a gázolaj 5 forinttal lesz majd olcsóbb a hét utolsó munkanapjától. Így a benzin literenként 573 forintba kerül majd, a dízelt pedig 593 forintért lehet tankolni a töltőállomásokon. Befejeződött a nagyfelületű aszfaltozás a Tégláskert utcában. December végéig pedig várhatóan elkészül az a járda is a Dobogó utcán, ami a városrészt köti össze az Epres kerttel. A környéken megvalósuló gazdasági fejlesztések a városrész önkormányzati képviselője szerint lehetőséget teremtenek az itt élők életminőségének javítására is. A Tégláskert utca, Csordás és Vadász utcák közötti szakaszán már zavartalanul közlekedhetnek a járművek. A 40 millió forintba került nagy felületű aszfaltozás után most a Tégláskert és az Epreskert városrészeket összekötő járda kialakításán dolgoznak a szakemberek. Rengetegen közlekednek itt kerékpárral is és gyalogosan is, arról nem beszélve, hogy ugye itt a reptér, a reptérhez is jönnek és
azt nézni, hogy a közúton húzzák a gurulós bőröndöt, azt gondolom, hogy Debrecenre nem vet olyan jó fényt. A Dobogó utcával párhuzamosan 850 méteren, másfél méter szélességben épül meg a járda. A munka 42 millió forintba kerül, és várhatóan december végéig tart majd. Ezen a szakaszon két buszmegállót is kialakítanak a reptéri buszjáratok számára. Van egy nagy léptékű gazdasági fejlesztés, ez teremti meg az alapot azon fejlesztői csoportra, ahol a lakosság komfortérzete, illetve hétköznapi életminősége van prioritásban, és ez a Dobogó utcai fejlesztés, ez egy ilyen fejlesztés. A tervek szerint jövőre Debrecen egyik legrégebbi utcája, a Basahalom megújul, a Mandolás utcát pedig összekötik a Gázvezeték utcával. Ma tartották a Hajdúbihar vármegyei mezőőrök éves beszámolóját Debrecenben. A tájékoztatón Barcsa Lajos alpolgármester hangsúlyozta, az egyik legnagyobb problémát az illegális hulladéklerakók számának növekedése jelenti. Az illegális hulladék elhelyezése eljárást von maga után. Építési törmelék és háztartási hulladék. Gyakran lehet ezeket látni a debreceni illegális szemétlerakóknál. Tavaly több mint 400 ilyen esetet regisztráltak, idén pedig ez a szám várhatóan tovább növekszik. Óriási költség egyrészt a város részéről, illetve a földtulajdonosok részéről ezeknek az elszállítása. Környezetvédelmi problémákat is felvethet, úgyhogy emiatt is oda kell figyelni rá, és hát nyilván esztétikailag sem túl szép, úgyhogy ezeket az illegális hulladéklerakókat nem csak hogy meg kellene szüntetni, hanem meg kellene előzni, és nem is kellene ilyeneket kialakítani. A prevencióban a mezőőrök is segítenek. Debrecen területén jelenleg 7 látnak el ilyen feladatot. Ők összesen 21 ezer hektárnyi termőföldet kell, hogy leellenőrizzenek. Ha pedig illegális szemétlerakót találnak, a felszámolásban is közreműködnek. Ugye a közterület felügyelőknek is feladata ugyanez, bár inkább a város belterületén, mert a felügyeletnek a munkaköre az a közigazgatási területe a városnak, sajnos a városban is találkozunk ilyenekkel, sokat járőröznek a kollégáink együtt, és próbálják ezeket megakadályozni. Hajdúbihar vármegyében egyébként 39 mezei őrszolgálat működik. Ebből a debreceni az egyik, ahol a legtöbb mező őrszolgál. Megyei szinten negyedéves állami támogatás igénylésre jogosultak a mezei őrszolgálatok fenntartói. Ez nagyságrendileg a 39 mezei őrszolgálatra vetítve 27 millió forint állami támogatás megítélését jelenti negyedévente. Ebből a debreceni őrszolgálat körülbelül egy 5 millió forintot részesül. Az illegális hulladék elhelyezése eljárást von maga után. A vármegyei kormányhivatal ilyen esetekben közigazgatási bírságot szabhat ki, ami akár több százezer forint is lehet. Veszélyes vagy 10 köbméternél nagyobb mennyiségű hulladék elhelyezése esetén a szemetelő ellen büntető eljárást indítanak. A jövő szakembereit is taníthatják mostantól azok a mesterek, akik ma vették át mesterlevelüket Debrecenben. Autószerelő, cukrász, fodrász, speciális lábápoló és szakács szakmában bizonyították tudásukat a szakemberek az elmúlt hónapokban. A mestervizsga célja a szakmai fejlődés biztosításán túl a mesterség művelésének magas szintű elismerése. Ma 38-an vehettek át mesterlevelet a Hajdúbihar vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A rendezvényen Miklósi Ferenc elnök azt hangsúlyozta, hogy ma folyamatosan új technológiákkal, eszközökkel és alapanyagokkal kell dolgozniuk a szakembereknek, akik kitartással és fejlődéssel példát mutatnak a jövő generációja számára is. Egy speciális eszközt, egy infúziós pumpát adományozott a Debreceni Egyetem gyermekhematológiai onkológiai osztályának a színész házaspár Tenki Réka és Csányi Sándor. A nap folyamán az osztály egy másik adományt is kapott egy cégtől, egy légkondicionáló berendezést, valamint 7,5 millió forintot. A pénzből egy steril szobát szeretnének kialakítani. Ezt az 1 millió forint értékű, intenzív infúziós pumpát adományozta Csányi Sándor és felesége, Tenki Réka a gyermekgyógyászati klinikának. Az eszközt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi elnöke vette át. Csányi Sándor szerint a gyerekek egészsége mindennél fontosabb, ezért segítettek már több alkalommal is. Most a harmadjára jövünk, és mindig megelőző egy beszélgetés, az ilyen átadásokat november környékén, már egy előzetes beszélgetés, hogy mi az, amire szüksége van a klinikára.
a késős mondták, hogy intenzív pumpa az, amire szükség van. A gyermekhematológiai, onkológiai részlegen évente 100-120 beteg fordul meg. A korszerű infúziós pumpa a gyógyszerek szervezetbe juttatásában nyújthat segítséget. Vagy rossz indulatú alapbetegségben, vagy pedig súlyos vérszegénységben vagy vérzékenységben szenvedő gyerekek kerülnek ide hozzánk. A rossz indulatú daganatos betegség közül gyermekkorban a leukémiák a leggyakoribb betegség csoport. Délután újabb adományt kapott az alapítvány. 7,5 millió forintot, illetve egy légkondicionáló berendezést, mivel megnyerték a Planning and Trading Kft. Pályázatát. Az összegből egy kórtermet szeretnének átalakítani a gyermekhematológiai onkológiai részleg fekvőbetegosztályán, úgynevezett tiszta szobává. Ebben a helységben olyan gyerekeket tudnak majd elhelyezni, akik állapotuk miatt fokozottan steril környezetet igényelnek. Hajdúszoboszlón is járt a Mikulás. Kedden este érkezett a fürdővárosba, ahol programot szerveztek. A Hajdúszoboszlóra költözik a Mikulás elnevezésű rendezvény részeként. A fehér szakállút hatalmas tömeg fogadta. Családok kíséretében érkezett meg a Mikulás segítőivel együtt Hajdúszoboszló központjába, ahol már ezrek várták. Sok gyerek dallal készült a nagy találkozásra. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, minden gyerek vár. Kicsik és nagyok együtt köszöntötték a Mikulást, akit színpadi műsorral fogadtak Hajdúszoboszlón. Ezután a Mikulás segítőivel együtt finomságokkal ajándékozta meg a jó gyerekeket. A szoboszló gyerekek csodálatosak, immáron 11. éve érkezek hozzájuk minden egyes Mikulás alkalmával. Innen indulok a világ körüli utamra, kicsit megpihenek a Mikulás házamban, majd hajnalra ide érek vissza a Csillagfény otthonomba. A Hajdúszoboszlóra költözik a Mikulás elnevezésű rendezvény idén is sok vidám programot kínált a fürdővárosban, a Mikulásváró Tini Diszkótól a Mikulás házig. Mikulás postát is nyitottunk a gyermekek számára, ahol megtalálható a Mikulás kedvenc képes könyve. Ebbe a könyvbe, ebbe az óriás könyvbe pedig a gyermekek rajzait helyeztük el. A Mikulás segítőinek otthona a Manók Birodalma is Hajdúszoboszlóra költözött. A kisgyerekek azonnal birtokba is vették az ünnepi játszóteret. Tovább gyarapodott a Mélius Juhász Péter könyvtár gyűjteménye. Könyveket és zenei dokumentumokat adományozott az intézménynek két debreceni nemzetiségi önkormányzat. 40 írásos dokumentumot, köztük regényeket, szépirodalmi köteteket és gyermekkönyveket is kapott a könyvtár az ukrán nemzetiségi önkormányzattól. Ezek az idegen nyelvi gyűjtemény polcaira kerülnek fel. Az intézményben van az ország harmadik legnagyobb zenei gyűjteménye, mely most további dokumentumokkal és az azokhoz kapcsolódó kottákkal gazdagodott, a lengyel nemzetiségi önkormányzat jóvoltából. Az adomány segítheti a könyvtárat az itt élő nemzetiségiek nyelvének, illetve kultúrájának ápolásában. Szívünkbe költözik a karácsony, ezzel a címmel nyílt kiállítás a Dabszékházban. Az alkotások javát debreceni művészek készítették. Téli tájkép, adventi koszorú és különböző szakrális üzenetek is megelevenednek a tárlaton. A képek zöme debreceni képzőművészek kezemunkáját dicséri, akik így ajándékozzák meg a várost az advent alkalmából. 24 művész alkotása látható a falakon. A kiállítás megnyitóján Puskás István alpolgármester úgy fogalmazott, Debrecenben számtalan kiállítással találkozhatnak az itt élők az ünnepi időszakban is, ezek a képek pedig segítenek a szeretet ünnepére való hangolódásban. A székelyhídi szerelemösvényről nyílt fotókiállítás ma délután az Aranybika Hotelben. A tárlat december 18-áig várja az érdeklődőket. A székelyhídi tematikus park küldetése, hogy segítse a fiatalokat, életük egyik meghatározó döntése a házasság előtt. A tanösvény ötlete Böjte Csaba ferences rendi szerzetestől ered, aki a megnyitón elmondta, itt ismerkedett meg Petőfi Sándor feleségével, Szendrei Juliannával. A programra a szerzetessel székelyhídi gyerekek is érkeztek, akik Petőfi verseket szavaltak, cserébe pedig Mikulás csomagot kaptak. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója a kiállítás megnyitását követően előadást tartott Legyünk egymás ajándékai címmel. Puskás István alpolgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, az advent a lelki feltöltődés időszaka, ehhez pedig segítséget nyújthat Böjte Csaba igéje. Ez volt ma a DTV híradó. Riportjainkat keressék dehír.hu hírportálunkon. Kövessék a Dehír Light TikTok oldalunkat is.
Munkatársaim nevében köszönöm a figyelmüket. Legközelebb holnap este jelentkezünk. Viszontlátásra!